Az NB1-es Vasas második csapata több élvonalban is szereplő játékostól a soraiban veretlenül érkezett a szintén hibátlan nyíregyháziakhoz. Az első negyedet 4, a másodikat 6 ponttal nyerte a házigazda. Fordulás után sem változott a játékképe, az NKS fokozatosan növelte előnyét, és végül a 30 pontig jutó Papp Klaudia vezérletével negyedik győzelmét aratta a Farkasinszky Gyuláni együttese. Az első percekben azért kicsit meglepődtünk, hogy nagyon agresszívan, nagyon keményen kijött az ellenfél, és ugye ami tempóba beleálltak, azt mindent bedobtak, körülbelül úgy kezdtek, hogy 10-ből 10 tempót bedobtak, a mi dobásaink azok pedig folyamatosan kipördültek a gyűrűből, és ugye itt az elején még azért nagyon sok eladott labda is volt, ami azért megnehezítette az életünket. Az volt a szerencse, hogy azért az idejekorán magára talált, és ugye ő szállította a pontokat. Az Orsinak is kellett egy idő, amíg belerendült a játékba, és onnantól kezdve azért a palánk alatt úgy gondolom, hogy magasan ő volt az új, mivel hogy 16 epatonot szedett ezen a mérkőzésen, tehát azt mondom, hogy ez nem számít egy rossz teljesítménynek. De szép lassan azért a többiek is belerendültek a mérkőzésbe, sikerült ezt a kemény, agresszív védekezés ellen megtalálnunk az ellenszert, elkezdtük játszani azokat a játékokat, amiket azért a héten már gyakoroltunk, úgy az emberfogás, mint a zóna ellen, és ez végül is azért egy ilyen kiegyensúlyozott negyedekben, tehát minden negyedben tudtunk egy pár ponttal nyerni, és az végére egy olyan megnyugtató előre tettünk szert, hogy nem volt kétséges, hogy a mérkőzésnek mi leszünk a győztesei. A keleti csoport tabellájának élén az MTK Budapest áll 5 győzelemmel, megelőzve a 4 sikerszámláló nyíregyházi kosársulit. Farkasinszkijék vasárnap Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csapat ellen lépnek pályára.